Gyakorlatilag 2018-as és 2019-es évben több mint 400 vendégházat minősítettünk, Ungvártól egészen Viskig, a kárpátai magyar települések, szinte mindegyik településről van minősített vendégházunk. Vannak olyan vendégház tulajdonosok, ahol még nincs falusi vendéglátás, még nem foglalkozunk turizmusban, de a terveik között szerepel, hogy elindítanak ilyen turisztikai vállalkozást. Illetve vannak olyanok, akik már 1998-99-től foglalkoznak falusi vendéglátással. Mindenhol gyakorlatilag annak ellenére, hogy régen foglalkozik turizmussal, vagy most akarja kezdeni, ugyanazoknak a feltételeknek kellett megfelelniük. Azt el kell mondani, hogy ezek a vendégházak felszereltek, meg jó minőségűek, de a fejlesztésre mindenféleképpen szükség van, és az EGAN EDE Alapítvány, illetve a Magyar Külügyminisztérium erre ad lehetőséget, hogy fejleszteni tudják, ahol például két-három napra forgós vendégház van, nincs külön fürdőszoba, akkor ki tudnak alakítani egy külön fürdőszobát a vendégek számára. Ha nincsenek egységes butorral felszerelve a vendégházak, vagy technikai eszközökre van szükség, akkor ezt meg tudják tenni, amit természetesen önerőből nem tudnának, mert annyi bevételük a falusi vendéglátásból nem származik, hogy tudják fejleszteni ezeket a vendégházakat.